Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! A mai videóban olyan pókember filmekről lesz szó, amik komolyan tervben voltak, de végül soha nem készültek el, és szinte biztosan nem is fognak. Jó pár ismerős lesz a listán, igyekeztem azokról is néhány új információt összegyűjteni, de azért igyekeztem olyanokat is berakni, olyan filmeket, amik annyira nem népszerű próbálkozások, pedig komolyan tervben voltak. Szóval nézzük is! Pókember és a hihetetlen hát. A 70-es évek végén és a 80-as évek elején futott egy hihetetlen hák TV műsor, mellette pedig egy pókember sorozat is, ami 13 epizódot élt meg. Igaz, nem volt annyira sikeres, mint a hihetetlen hág, de a két széria vége után a készítők komolyan elkezdtek gondolkodni egy lehetséges crossover filmen, de olyannyira, hogy már a forgatókönyv írásának is komolyan nekiálltak, azonban Hulk megfilmesítési jogai a Universalnál, a pókiei pedig a Kolumbiánál voltak, így ebből végül soha nem lett semmi, pedig készült egy forgatókönyv is, amiről nem derült ki sok minden, sőt, szinte semmit nem tudunk a történetről, annyi, hogy mindenképp szerették volna két karaktert összehozni, de a jogok miatt ez nem. Ez a szituáció ismerős lehet pont ezzel a karakterrel napjainkban is, hiszen az MCU esetében póki jogai és hák rengeteg bonyodalmat okoztak, és hát sajnálatos módon még fognak is egy darabig. Roger Kulman pókember filmje. Roger kulman kérték fel, hogy írjon egy pókember filmet egy olyan történettel, amit alacsony költségvetésből is el lehet készíteni. Kulman örömmel belement a projektbe, és olyannyira komolyan gondolta, hogy Stanley-t kereste fel azzal, hogy írjon egy forgatókönyvet. Mivel a 80-as években járunk, így a történet nem más lett volna a kiderült információk szerint, mint hogy Pókember megakadályoz egy atomháborút Amerika és a Szovjetunió között. Ezekből természetesen végül nem lett semmi, és egy kis érdekesség, hogy Roger Kuhlman később készített egy fantasztikus négyes filmet, szintén elég alacsony költségvetésből, amit a mozikba soha nem mutattak be, de az internet bugyraiban meg lehet őket találni, legalábbis részleteket belőle. És hát nem lett egy erős próbálkozás. 1985-ben ismét volt egy próbálkozás egy film elkészítésére, ezúttal a Kanontól, akik 225 ezer dollárt fizettek azért, hogy Pókemberrel csinálhassanak egy filmet. A határidő 1999 volt, tehát addig el kellett készíteni a filmet. Nagyon gyorsan belekeztek a munkálatokban, azonban hamar jöttek az akadályok. Először az volt, hogy akiket megbíztak a készítéssel, nem nagyon ismerték a karaktert, ők horror rendezők, illetve írók voltak. Az első vázlat szerint Dr. Zork lett volna a főgonosz, aki gonosz mután sereget hozott volna létre, és szándékos sugárzás alá vetette volna peter aki ennek következtében egy nyolclábú pókszörnyeteggé változott volna. A filmnek a marketingje is elkezdődött már, több magazinban promózták, pedig a forgatások közel sem kezdődtek el, sőt, maga a forgatókönyvvel is rengeteg probléma volt, és az csak erősítette a problémákat, hogy Stanleynek egyáltalán nem jött be a történet, és meg is győzte a készítőket, hogy essenek neki újra a sztori megírásának, akik újra nekiestek. Toby Hooper ott a projektet, és Joe Zito váltotta őt. Ismételten egy horror rendezőt kértek fel, többszöri átírás után odáig jutottak, hogy a film főgonosza Dr. Octopus lett volna, aki eleinte Peter mentoraként szerepelt volna. Egyébként a cast is nagyjából már megvolt, amivel szintén elkezdték promózni a filmet, ami ugye soha nem készült el végül, de ha ez nem lenne elég, Annyira izgatottak voltak a projekt kapcsán, hogy még egy teaser-trailert is kiadtak hozzá, úgy, hogy a filmet még nem is kezdték el forgatni, illetve a forgatókönyvet is ezután többször át kellett írni, tehát konkrétan semmi nem volt meg a filmből, de már rengeteget, több mint 1 millió dollárt költöttek a marketingre. szóval hát ez egy elég nagy pofára esés volt. A probléma természetesen a költségvetés miatt is volt. Ekkoriban a stúdió egy Superman filmet is tervezett, és szerettek volna több szuperhős projektet csinálni de viszont a költségvetés az maximum 15 millió dollár lehetett, ami a Pokémon film szempontjából azért is volt mellbevágó, mert eredetileg 20 millió dollárral számolhattak, és a készítők ezt is keveselték, de ha ez még nem lenne elég, az anyagi gondok, akkor ezt a 15 milliót tovább csökkentették a Pókember film esetében 7 millió dollárra, és hát ekkor azért már sejteni lehetett, hogy ebből nem lesz semmi. Próbálták még átdolgozni a forgatókönyvet, hogy akkor beleférjen ebbe a 7 millió dollárba, és olyan ötletek voltak, hogy akkor okidoki helyett jön a gyík, majd utána már átírták Morbiusra, hogy minél olcsóban ki lehessen hozni, de hát nem lett ezekből semmi. Egyébként egy kis érdekesség, hogy J. Jonah nak nem már szántak, mint Stan lee de hát a forgatókönyvek is egyre csak rosszabbak és rosszabbak lettek és hát nem sikerült volna elkészíteni 1990-re a filmet, így minden a kukába landolt, azaz 1 millió dollár is, amit marketingre költöttek. Ez utáni próbálkozás már egy igen csak népszerű próbálkozás, James Cameron Pókember filmje. Erről olyan sok dolgot itt nem mondok, mert ez majd lehet, hogy kap egy külön videót is, mert viszonylag sok dolog kiderült. Röviden az első történet vázlat szerint itt sokkal inkább Peter Póká válásán, átalakulására fókuszáltak volna, hát na meg arra, hogy kémked kémkedméricsén után a főgonoszok elektro- és homokember lettek volna, és hát ez a film sokkal inkább a jogok miatt nem készült el, de lehet, hogy a későbbiekben is lett volna egy probléma, hiszen Stellinek egyáltalán nem tetszett a projekt, hiszen ez egy erbesorolású besorolású pókemberfilm lett volna, de nem azért, mert olyan durva, hanem mert egy erotikus filmet akartak csinálni, és természetesen Stanley erről hallani sem akart, szóval hogyha a jogokkal nem is tett volna a probléma, akkor valószínűleg a nézők szedték volna szét a filmet, úgyhogy jobb is, hogy ebből végül nem lett semmi. Még a Rémi féle film előtt volt egy újabb próbálkozás. Erről tudunk talán a legkevesebbet, szimplán annyit, hogy nem eredett történetet akartak itt adaptálni. Azt egy ilyen 10 perces intróba szerették volna letudni, Hasonló intro lett volna, mint amilyen a Raimi filmek előtt volt, az egy ilyen rövid összefoglaló lett volna, mint hogy a Pókember 2-ben összefoglalták a Pókember egy eseményeit, mint ez úgy nézett volna ki, hogy az első Pókember film előtt bemutatták volna, hogy Peterből hogy lett Pókember egy ilyen intro keretein belül, de tulajdonképpen ennyit tudunk, meg egy kis részlet kiderült a forgatókönyvből, Gwen stacy megölte volna a zöld vanó már itt az első filmben, tehát annyiban hasonlít ez Rémi-féle filmhez, hogy ugyanúgy Gringomlin lett volna a főgonosz. És hát el is érkezünk a Pókember 4., 5. és a 6. részéhez, ugyanis, mint ahogy az már ismert és a csatornán rengetegszer szóba került, Rémi egy új Pókember trilógiát szeretett volna készíteni. Arról, hogy milyen lett volna a Pókember 4, már beszéltem egy külön, viszonylag hosszú videóba, sok főgonoszt plegykáltak, keselyűt, fekete macskát, misztériót, gyíkot, és hát nem utolsó sorban Carnage is szerepet kapott volna valamelyik filmben. Nyilván itt egy komplett trilógiát terveztek, és a negyedik résszel együtt akarták forgatni az ötödik és a hatodik részt is, ezáltal sok pénzt és időt is megspórolva, mert ezen kívül szerettek volna spin offokat is gyártani ebbe az univerzumba. Nem véletlenül, hogy már ekkor tervben volt egy Venom film, amiről érkezett is egy videó a csatornára, a 2011-es Venom filmről van itt ugye szó. Erről is már sokat beszéltem, hogy miért nem lett belőlük semmi a Pókember 4 ból ha érdekel, titeket, ha érdekel titeket, akkor ajánlom külön az ezzel foglalkozó videókat. Csodálatos Pókember harmadik és negyedik rész. A harmadik részről szintén beszéltem már egy külön videóban, a negyedikről azonban nem. 2013-ban a Sony bejelentette a harmadik és a negyedik rész premier dátumát. A harmadik 2016-ban, ameddig a negyedik 2018-ban érkezett volna. Itt a Sony már nagyban univerzumot akart építeni. A harmadik filmben szerették volna a Sinister Six megépítését megmutatni, azzal foglalkozni, akik utána egy külön filmet is kaptak volna, szintén 2016-ban, majd utána 17-ben jött volna egy Venom film, és hát utána jött volna a negyedik rész, amiben Mark Febb elmondása szerint más hősök is feltűntek volna Pókember mellett. Itt nyilván inkább ilyen B-kategóriás karakterekről lehet szó, akiket a Sony is tud használni, hogy miért nem lett ezekből semmi, már arról is sokszor beszéltem, jött egy hacker támadás, ahol kiderültek ilyen tervek, és akkor itt rá is térnénk az utolsó filmre, ami egy időszereplős Spider-Verse filmszerűség, ugyanis amikor a sony feltörték, akkor kiderült, hogy készülőben volt egy olyan pókember film, ahol Toby Maguire és az Andrew Garfield féle karakterek találkoztak volna egymással, sőt egymás ellen harcoltak volna, és konkrétan csak ennyit tudunk erről. 2014 végén és 15 elején már tervben volt az, hogy csinálnak egy ilyen pókember crossover filmet, semmi nem lett ebből sem, mint hogy az egész csodálatos pókember univerzumból se. Itt igazából arról van szó, az oka az, hogy a Sony egyszerre akart sokat, és hát az univerzum építés oltárán feláldozták a történeteket, egyáltalán nem jött be, amit terveztek, és hát azóta is szenvednek az univerzum építése, ezt látjuk az SSU-nál is, plusz jött az MCU, eleinte az Andrew Garfield féle pókembert akarták átvinni az MCU-ba, de feige sikerült meggyőzni némi Pászkált, hogy ribútolják ismét a karaktert, és hát innentől kezdő már tudjuk, hogy mi történt, ezek nem új információk, Ennyi filmet gyűjtöttem össze, itt fontos kiemelni, hogy csak a nagybetűs pókember filmekről volt itt szó. Volt Sinister Six filmtől kezdve Ménéni sorozaton át rengeteg minden terben a Sony-nál. A is talán a legsokkolóbb. Ha érdekelt titeket, hogy itt még milyen projekteket terveztek a Ménéni filmmel együtt, akkor azt kommentbe írjátok meg, és akkor arról is fog majd jönni egy külön videó, de írjátok le azt is, hogy ti melyik pókember filmet illetve filmeket sajnáljátok a legjobban. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, vagy ha szívesen beszélgetnétek erről, akkor csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz, aminek a linkjét megtalálhatjátok a leírásba. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, további szép napot, sziasztok!